Az Európai Tanács elnöke szerint Oroszország elárulta az örmény lakosságot. Charles Michel az euronews nyilatkozva hangsúlyozta, hogy ez az Örményország és Azerbajdzsán közötti konfliktus egyik tanulsága. Most egy dolog biztos, és ezt senki sem hagyhatja figyelmen kívül, az, hogy Oroszország elárulta az örmény lakosságot. Ez teljesen egyértelmű, hiszen Örményország volt a kezese ennek a három oldalú egyezménynek néhány évvel ezelőtt. Oroszország pedig kifejezte azon óhaját, hogy a katonái megjelenjenek, hogy garantálják ezeket a stabilitási-biztonsági megállapodásokat. És látjuk, hogy ezt a katonai műveletet anélkül indították el, hogy a legcsekélyebb reakciós lett volna a helyszínen lévő Oroszország részéről. Ahogy ön is tudja, más a helyzet az Európai Unió esetében, amely nem rendelkezik a helyszínen katonai erő erővel. Charles Michel ismét közvetítése próbálkozik Örményország és Azerbajdzsán között a hétvégi granadai csúcs találkozó, még akkor is, ha a legutóbbi próbálkozással nem sikerült elkerülni a támadást. A janvíró, Január 1-én hegyi karabak megszűnik, hogyan teremthetünk bizalmat ilyen körülmények között. Úgy gondolom, hogy nagy felelősség terheli Azerbajdzsánt attól a pillanattól kezdve, hogy katonai műveletet indított. Most Azerbajdzsán a múlik, hogy jó akaratot és jó hiszeműséget tanúsítson a nemzetközi közösség szükséges felügyelete mellett, hogy megvédje az Azerbajdzsánban élő lakosság jogait és biztonságát, beleértve az örmény lakosságot is. De az Európai Unió és Azerbajdzsán kapcsolata összetett. A blokk tavaly bővítette a gázszállításokra vonatkozó összekötetéseit Bakuval. Charles Michel tartózkodik ennek a megállapodásnak a megkérdőjelezésétől. Hogy ma partnere az erbajzsán? Igen, partner. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat egyszerű. Nem, a kapcsolat nem egyszerű. Vannak nehézségek? Igen, és ez a nehézség valódi, és meg kell érteni. A teljes interjú szerdától tekinthetik meg az Euronews The Global Conversation című műsorában.